Most szombaton ismét Budapesten megemlékeznek a szervdonáció és a transzplantáció Európa és világnapjáról. A programok közt úszóverseny és kispályás labdarúgó mérkőzés is szerepel. A részletekről most a transzplantációs alapítvány elnök asszonyával és Zurják Józseffel, Zurják Csöpivel, legendás labdarúgónkkal beszélgetünk. Jó reggelt kívánok! Na hát azt kell mondanom, kedves Zsuzsa, hogy most már szinte rutinszerűen találkozunk, hála Istennek itt a Digisport stúdiójában és ezen a napon is évről évre, mert hogy mind az európai, ugye, mind a világszervezet jóvoltából minden október első szombatja, ugye? Második szombatja, igen, bocsánat, most lesz volna, egyet túl vagyunk, tehát minden október második szombatja gyakorlatilag ez az esemény a világon mindenhol, nyugodtan mondhatjuk, hogy ez egy olyan esemény, ami gyakorlatilag Budapesten is, Magyarországon is egyfajta megemlékezés, egyfajta hangsúly a szervdonáció és a transzplantáció ügye mellett. 1996-ban az Európa Tanács hozta ezt a döntést, hogy ez a nap legyen a szervdonáció és transzplantáció Európa napja, és 2005-ben döntött úgy a WHO, hogy világnappá is kinevezik. Hát azt, hogy ezt mindenhol megemlékeznek ilyenkor erről, nem tudom, mert mi is csak 2007-ben csatlakoztunk ehhez, és 2007 óta vannak rendezvényeink ezen a napon. Ugye az a célja ennek a napnak, mint minden világnapnak, hogy fölhívja a társadalom figyelmét a szervdonációra, a szervátültetés életmentő mi voltára, és a sportjátékokat azért találtuk ki, hogy megmutassuk, hogy egy szervátültetésen átesett ember, az pontosan ugyanolyan teljes értékű ember, mint bármelyik más embertársunk. Hát ha te aktivitásodat és szervezőkészségedet nézze, ugye te magad is egyébként ebben a csapatban. 20 éves leszek most ebben az évben. Mint vese átültetett, igen, ugye? Igen. Na hát hála jó Istennek, hogy a teljes értékű életbizonyítékaként is itt vagy te, illetve ebben az évben már beszélgettünk itt ebben a stúdióban is kiváló sportolókkal, például ugye az Európa játékokat követően, ahol a magyar csapat hál' Istennek megint tarolt. Ez mondhatni, hogy rendszeres, hogy a mieink ebben a tekintetben a világ legjobbjai közé tartoznak? Ez rendszeres. Tehát amióta Európa játék van, a magyar csapat mindig a legjobb. 2000 óta van Európa játék. És a világ, az Európa játékon ilyen 25-30 ország körül indulnak, a világjátékon 55-60 ország körül indulnak, és ott második, harmadik, legrosszabb esetben negyedik helyen állunk. Tehát csak az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, esetleg Ausztrália szokott megelőzni. Ugye fontos ennek a napnak az üzenetében, amit a bevezetőben is elmondtunk, hogy a teljes értékű élet lehetőségét például az is jelenti, hogy lehet, sőt, kifejezetten tanácsos sportolni, ugye szervát ültetett emberként is, hiszen az általános fizikumnak ez kifejezetten jót tesz. Ugye ennek az egyik része ezen a napon, hogy mindig van úszóverseny, illetve ugye egy kispályás labdarúgó torna, amelyben gyakorlatilag ugye egészséges sportolók, illetve transzplantáltak, vagy az őket kísérő orvosok, segítők részt vesznek egy közös úszásban, illetve ugye teremlabdarúgásban. Hát nyilván, drága Csöpi, téged nem az úszóversenyre kértünk fel ebben a tekintetben, hanem abban, hogy erősítsd egy picit majd ennek a teremlabdarúgó tornának a színvonalát. De hát azon túlmenően, amit mint legenda fogsz tudni odahozni, ugye a labdarúgó tudásoddal, érintett is vagy egy néhány éve ebben a kérdésben. Igen, sajnos én is érintett vagyok, és hát hála Istennek most pont ebben a hónapban, október 18-án lesz a 4 éves évfordulója a transzplantációmnak, tehát a második születésnapom, október 18-a, és hát hál' Istennek jól vagyok, hát most kezdem fizikálisan úgy elkezdeni felépíteni magam, úgyhogy nem tudom, mennyire tudom majd erősíteni a csapatot. De... Hát rontani biztos nem fogod, erre rontani nem, mert csak még, hát a labdával nem lesz probléma, csak hát még a fizikai állapotom azért még messze van az ideálistól. Reméljük, elég hosszú lesz a kispad, és akkor lehet cserét kérni, hogyha éppen, van, ha éppen arról van szó. Azok kedvéért azt gondolom, hogy a te betegségedet és a gyógyulásodat is nagyon-nagyon sokan figyelték a szurkolók közül. Csak egy pár mondattal elmondanád, hogy mi történt 4 éve? Hát 4 éve, hát most 4 éve volt a transzplantáció, de hát... A betegség az nyilván korábban kezdődött. Hát kicsit korábban kezdődött, igen. Hát külföldi munkából hazatérve rendszeresen játszottam a Fradi Öreg Fiúkba és a Magyar Újságíró Válogatottba, és egyszer csak azt vettem észre, hogy fizikailag nem vagyok olyan állapotban, mint kellene. És akkor hát elmentem egy kivizsgálásra, és hát
ott kiderült, hogy lehet, hogy nagyobb a baj, és hát elküldtek a László kórházba, és hát ott kiderült, hogy nagyon nagy a baj. Levették a csontvelőt, és kiderült, hogy akut mieloid leukémia van, ami az egyik legsúlyosabb, és hát akkor azt mondták nekem, hogy már későn érkeztem, tehát nem sok esélyt adtak a gyógyulásomra, de hál' Istennek nagyon jó orvosok kezébe kerültem, és hát a Maszli Tamás professzor úr csapata eljutott a transzplantációig, ami sikeres volt, nagy szerencsém volt, hogy az egyik testvérem jó volt donornak, és hát hál' Istennek most már 4 év eltelt, és hát azt mondják 5 év után, hogy akkor már gyógyútnak nyilvánítják az embert, tehát nagyon bízom benne, hogy most már nem lesz semmi probléma. Kitűnő fizikai állapotnak örvenc látszólag, remélem, hogy ez valóban így is van, illetve hát nyilvánvalóan ugye a zsonglőrködést, a labda zsonglőrködést, azt gondolom nem felejtetted el, azon nem lesz semmi probléma. Hát igen, hát most nemrég hagytuk el a gyógyszerezést, hál' Istennek nincs semmi probléma, tehát pont hétfőn voltam most kontrollvizsgálaton, úgyhogy most már ráérek olyan 3 havonta menni kontrollokra, és hát most jött el az időszak, hogy felépítem magam újra fizikálisan, nagyon szeretnék visszatérni az öreg fiúk csapatba. Már néhány ilyen turnémérkőzésen ilyen 20-30 perceket játszottam is, ami újabb erőt ad itt. Fantasztikus, hát gondolom, hogy nagy tártkarokkal várnak vissza, és hát a szurkolókról nem is beszélve. Ez a nagy szerencse, bocsánat, a csontvelő transzplantást és a szervtranszplantátok között, hogy ők valamikor elhagyhatják a gyógyszert, a szervtranszplantátok soha nem hagyhatják el, nekünk mindig kell szedni. Igen. Ez is egy része nyilvánvalóan ennek az életformának, de az is fontos üzenet emellett, hogy ezért a törekvés, ugye a teljes értékű életre a gyógyszerek szedése mellett, és azt gondolom, szóval, hogy... És ezt már elkezdjük a gyerekeknél. Tehát így igaz. Na most az is egy nagyon fontos dolog, ugye, amit az imént Csöpitől hallhattunk, ugye, hogy ennek a napnak egy nagyon kedves momentuma ugye az, hogy azért az élődonoros transzplantáció ügyét, amennyire lehet évről évre próbáljátok minél inkább népszerűsíteni. Ezt a szó egy picit most itt furcsán hangzik, de mégiscsak arról van szó, hogy ez ma már egy annyira bevett és annyira létező és annyira működőképes orvosi megoldás, hogy végül is azzal, hogy ezeken a napokon egyfajta a provita, tehát az életért járó elismerésben részesülnek az élődonorok. Érzitek-e azt, hogy okoz változást, tehát látható-e, szemmel látható-e a szám növekedése? Növekszik. Növekszik, határozottan növekszik. 2005-ben végeztünk egy felmérést, akkor az össztranszplantációnak a 2-3% volt élődonoros. Ma azt lehet mondani, hogy a 20-25%. Ez nagyjából úgy az európai vagy a világ átlaghoz képest volt? Ez már egy jó európai átlag. Hát az észak-skandináv országokban és az Egyesült Államokban több az élődonoros transzplantáció, mint a halottból történő. De az európai átlagnak abszolút, átlagban jó helyen állunk. Na még annyit mondjuk, hogy aki esetleg szombaton szeretne a sport részébe is bekapcsolódni, és látni, hogy úszik, vagy éppen hogy focizik együtt, ugye egészséges sportoló és transzplantált, az hova jön, és kikkel találkozhat, mert nagyon impozáns a névsor, azért ezt említsük meg. Igen, a MOM Uszodai Sportcentrumban, a Csőrsz utcában lesz a rendezvény, és hát Cseh Laci biztosra mondta, hogy jön velünk úszni, a Verasztó Zoltán és Dávid azt mondták, hogy jönnek, Evelin még nem biztos, mert lehet, hogy folytatja a világkupáját, igen, ami egyik országból a másikba utazik, keresztül szeri a világot. Szerepelnek. Disztov Éva is azt mondta, hogy 99% hogy jön, és még lehet, hogy egy-két nagyon jó nevű és jó kinézetű vízilabdás is besegít itt az olimpikonok között, és nagyon reméljük, hogy az orvosaink is jönnek, mert minden évben a transzplantációs klinika orvosai is részt szoktak. És ami a labdarúgó pályát illeti, ott meg ugye az MLS csapata lesz ott? A labdarúgó pályán lesz egy-két neves focista is, és az MLS-ese csapata, és ezt a meccset most először, mióta rendezünk ilyen sportnapot, Bicskei Bertalan emlékére rendezzük ezt a mérkőzést, mert ő nagykövetünk volt, és az első meccset 2008-ban ő szedte össze az embereket, és
Hát amíg ért, addig minden ilyen napon ott volt velünk, és nagyon szeretjük. Így van, fantasztikus, és sokat segített erre én is azt kell mondanom, hogy tényleg megható módon sokat, úgyhogy ez egy még plusz nemes gesztus, azt gondolom ezen az eseményen. Hát és akkor aki persze Zúrják Csepit szeretné ott is újra látni, lesz erre lehetőség. Úgyhogy sok sikert akkor a szombati apró megmérettetéshez, és természetesen a további gyógyulás felé haladó úton. Köszönöm szépen. Köszönöm én is. Szépen.